Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a saját közelebbi környezetünkben élő művészeket, alkotókat ismerjük meg, és tulajdonképpen egy 25 éve, vagy még annál is több, én azon dolgozom, hogy minél jobban bemutassam, megismertessem az itt élő alkotó embereket, mert úgy gondolom, hogy ők egy csodák, akik fantasztikus dolgokat tudnak alkotni. A gyűjteményemből elég gyakran kölcsönzök kiállításra, vagy pedig egy adott tematika szerint válogatok egy komplett kiállításra való anyagot. Ilyen volt például Szekszárdon a Babits Művelődési Központtal indítottunk 8-9 évvel ezelőtt egy Művésztanárok Tolnában sorozatot, és ott az első kiállítás az én gyűjteményemből volt, azzal a címszóval, hogy akik előttünk jártak. Nagyon szívesen fogadok látogatót is, csak mindenkit nem szeretnék beengedni, mert ez az otthonunk, itt lakunk, és hát a háznak két érdekessége is van, hogy általános iskolás koromban én már azt mondtam, hogy jaj, de gyönyörű ez a ház. És amikor végül is megvettem, akkor és felújítottuk a homlokzatot is, 2-3 centi vastag kőpor alatt voltak a gipszdíszek, és nagyon sokan mondták utána, hogy hát ők nem is gondolták, hogy ilyen szép díszek vannak ezen a házon. Hát én valahogy lehet, hogy már a kőpor alatt is megláttam gyerekkoromban, és végül is sikerült megvásárolni ezt a házat, és én azt mondtam, hogy innen engem csak lábbal visznek ki, lábbal kifele visznek ki, én innen soha sehova nem fogok költözni. És a másik érdekesség meg, ugye Tolnán volt rajztanár, és ő alapította meg a Tolnai Képzőművészeti Kört a 40-es, 50-es évek fordulóján, Martinek József festőművész, rajztanár, és 1926-ban, amikor először jött Tolnára, mert ő pécsi származású, még mint legényember, akkor ebben a házban volt albérlő. Tehát ez is egy kisugárzást ad a háznak. Számomra sokat jelent minden esetre. Tulajdonképpen minden darab a lelkemnek egy kis része, és még azok is, amik tudom, hogy kvalitásban nem olyanok, de szeretem az alkotóját, kapcsolatom van vele, és nekem ezek nagyon sokat jelentenek. Esküvőre voltunk hivatalosak, és hát én úgy gondoltam, hogy egy festményt viszünk NASA ajándékba. De hát ugye ez még hét elején megvettük, egész héten kiraktam az irodába, az íróasztalom elé, hogy addig nézegetem. És bizony szombaton el kellett menni venni egy másikat, mert beleszerettem, és azt mondtam, hogy ezt nem adom oda. Tehát ilyen szerelmek tulajdonképpen az én kapcsolatom mindegyik darabjához a gyűjteménynek. Elég nagy fába vágtam a fejszémet megint, mert egy szoborparkot alakítok ki a kertünkbe. Ez megint tulajdonképpen értékmentés. Nagyon jó barátom volt Bakó László várdombi szobrászművész, akinek a szobrait
boltból sokat megvásároltam, illetve Szatmári Juhas László szobrász művész szobrai kerültek a kertbe. Igaz, hogy a férjem régen azt mondta, hogy gyűjtsél inkább bélyeget, mert az jobb, mint kisebb, mint a festmény, de most azt mondta, hogy inkább térjek vissza a festményekhez, mert a szobrok azok nehezek. De én úgy gondolom, hogy egy csodaszép környezetet sikerül így kialakítani, és rövid időn belül szeretném fölavatni a szoborparkot is.